ki kell dolgoznunk azt, hogy hogyan lenne életképes egy új társaság, a pályaműködtető társaság, ami kiszervezéstől szól. Próbáljuk meg a pályaműködtető társasághoz, a pályaműködtetés feladatkörébe csoportosítani azokat a leányvállalatokat is, és azokat a tevékenységeket is, amelyek csupán a folyamatnak egy részét látják el. Olyan társaságok, amelyek 100%-ban MÁV tulajdonúak, vagy olyan társaságok, amelyekben a MÁV-nak résztulajdonlása van, de nagyon erősen kötődnek a pályaműködtető társasághoz, azokat egy kupacban kell kezelni, együtt kell irányítani, hiszen azonos pénzből, azonos célért jöttek létre és gazdálkodnak, és hosszú távon pedig meg kell azt vizsgálnunk, hogy fenn kell-e tartani önálló gazdasági jogi formában. Ne beszéljünk zsákbomacskát, ilyen például az FKG Kft. Azt gondolom, nem kell senkinek bemutatni, teljes mértékben a pályához tartozik, és azt gondolom, hogy ott is a helye. Az, hogy be kell-e olvasztani, hogyan, milyen formán, azt meg kell vizsgálni. De az biztos, hogy az egyik legszorosabban kötődő társaság a pályához. Ugyanez vonatkozik a személyszállításra. És itt előjön, hogy mennyire szétdarabolt a MÁV. Cél az, hogy egy egységes személyszállítást hozzunk létre, mint láncolatot, és minden, ami a személyszállításhoz kell, a fölött a start rendelkezzen. A személyszállításhoz kellenek a vontatóeszközök, kellenek a mozdonyvezetők, ezt jelenleg nagyrészt ugye a trakció képviseli, mindemellett ugye a MÁV-ban is van természetesen gördülállomány még. Ezeket az eszközöket karbon kell tartani, ez ugye a MÁV gépészet, és itt a széttagozódás során sajnos ezek a társaságok kezdtek olyan mértékben önálló gazdálkodó egységgé formálódni, hogy elfelejtették azt, hogy miért is jöttek ők létre, és hogy nekik együtt kellene működnie, és nem bebizonyítani, hogy melyik társaság az erősebb, és nap mint nap mindenki a másikra mutogasson, hogyha valami nem történik, nem úgy történik, és utána pedig azt látjuk, hogy ezek a társaságok így burjánoznak el, egyre nagyobb létszámmal dolgoznak, egyre többek kerülnek, ezért egyre többbe kerül a mi szolgáltatásunk is, a személyszállítási szolgáltatás, amit pedig az állam már nem tolerál. A Start Trakció gépészet most dolgozik azon, hogy hogyan lehet közös irányításúvá, közös vezetésűvé tenni ezt a vállalatot, és utána pedig vizsgálja azt, hogy az egyes tevékenységeket hogyan lehetne hosszú távon a Startba integrálni, és mikor tud eljönni az a pillanat, amikor a jogi személyeket is meg tudnánk szüntetni. És hogy miért jobb egy új társaságba szervezni ezt a tevékenységet, mint mondjuk a jelenlegi MÁV Zrt-ből leválasztani a szolgáltató céget? Hát azért, mert tiszta lappal akarunk indulni. Senki nem kívánja majd azt hallgatni, hogy a MÁV-ból nem sikerült teljesen leválasztani, meg ezt is el kellett volna vinni, meg ilyen keszekusza folyamatok vannak, hiszen minden jó így, ahogy van, de azért vannak olyan központi terhek, amik ott maradtak. Nem. Most leltárt kell végeznünk. Rákényszerítjük magunkat, és önöket is, arra, hogy nézzük meg, hogy mi az a pályaműködtetés. Nagyon fontos mondás az, hogy a ki, át és oda-vissza szervezések kapcsán a tevékenységek azok jogutódlással fognak menni. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon fontos kijelentés, hogyha mi pályaműködtető társaságot fogunk létrehozni, akkor a MÁV Zrt. Most is működteti azt a pályát. Most is szüksége van az emberekre, a jövőben is működtetni kívánja és fogja, és jogutódlással kívánjuk átvenni az embereket. Semmilyen negatív sérelem nem érheti ebből kifolyólag az embereket, hiszen mindenkinek ugyanúgy el lesz ismerve a szolgálati ideje, nem történhet ebből semmilyen negatív dolog. 16-17 ezer emberről van szó. Most a MÁV Zrt-nek a létszáma 19 ezer fő durván, mert talán már Attila biztosít fontos számot. Akkor most nem, egyszerűen nem lesz itt venni, és akkor azt a 2-3 ezeret valahogy leváltani róla, maradna a MÁV, tehát ebben nem értem a logikát. Most 16 ezer ember kivízünk belőle, marad 3, akkor az a 3-mal mi lesz, vagy én látom rosszul, vagy én érzek el, lesz rosszul? Mindenkinek meg lesz, hogy a MÁV Zrt-ben megmaradnak a szolgáltatások, tehát azok az adminisztrációs és háttérszolgáltatások, amelyeket ma is végez a pályának, vagy a Startnak, vagy bárki másnak, illetve megmarad az a tulajdonos és irányítói szervezet, aki a pályavasúti társaságot, illetve a személyszállító társaságot irányítani fogja. Szeptember 1-jel csináltuk azt az MSS változtatást, ami alapján megpróbáltuk már kicsit könnyebb keretek között működtetni a pályát,
annak előlépéseként, hogy a vezetői szintek csökkenjenek, hogy ne legyen ennyi döntéshozatali szint, de azt látjuk, hogy ennek messze nem vagyunk még a végén. Tehát, hogyha a tevékenységet mi mondjuk egy pályaműködtető társaságba kihelyezzük, akkor ezt még jelentősen meg kell vágni, hiszen az információ áramlás, a bürokrácia az nagyon nagy mértékben elburjánzott, nem csak a pályánál, nem csak a MÁV-nál, hanem a lányvállalatoknál is, és ezt mindenképpen át kell vágnunk. A humán szolgáltató, ugye ennek vezérigazgató asszony elmondta, hogy a pályaműködtető ZRT-be ugye szeptember 1-től jelenállás szerint úgy néz ki, hogy azt a szervezés működési ábrát, ami most jelenleg szeptember 1-től van, ezt szeretnénk a pályába átvinni. És a pályaműködtető ZRT-nél ugyanúgy meg fog jelenni a humán erőforrás igazgatóság, de vannak olyan tevékenységek, amelyek a MÁV ZRT-nél fognak maradni. A humán szolgáltató az jelenállás szerint nem fog átmenni a pályaműködtető céghez. Az a döntés született, hogy egyelőre a MÁV ZRT-n belül marad a humán szolgáltató, és onnan fog szolgáltatni ugyanúgy a MÁV informatikának szolgáltat, ugyanúgy a startnak, trakciónak, gépészetnek, tehát a személyszállítási résznek fog szolgáltatni, ugyanúgy szolgáltat a pályaműködtető cégnek, ugyanúgy fog továbbra is szolgáltatni az informatikának, a Rail Cargo Hungáriának. Ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha egybe marad. A vasút átalakítása is óriási dolog, és ön, mint régi mávos, biztos emlékszik rá, mert ugye az az 5 év, amit itt tetszett tölteni, az a fő tevékenységek kiszervezésének idejére esett. És biztos tetszik rá emlékezni, hogy azért mi szakszervezetek azért elég keményen felemeltük a hangunkat azért, hogy ne ilyen fejetlen szétszervezés legyen. És hát az embereknek megélni azt, hogy egy évtizeden át kiszervezték őket, átszervezték, majd a következő évtizedben összeszervezik őket. Ezt nagyon, persze hát 2 évtized alatt csak egyszer oda-vissza, nem olyan sok, de itt sokkal többről van szó. Mindig voltak valami világmegváltó stratégiák a MÁV-nál, és hát azok általában rosszul ütöttek ki. Szerintem itt a fő probléma a finanszírozási kérdés, a megrendelő teljesítő viszony, az állam megrendel utasítást ad, hogy milyen munkákat kell elvégezni, ennek meg kell kérnie az árát. Amikor a Kukelli Márton vezérigazgatósága alatt azt mondtuk a felügyelőbizottság, hogy a vasút pereje be az államot, a kormányt, mint megrendelőt, hogy adja ide a pénzt, ami jár, akkor hát úgy néztek ránk ott a felügyelőbizottsági, meg a vezérigazgató is, hogy mintha elment volna az eszünk. De szerintünk ezen múlik a dolog. Az a nyitja az ügynek, hogy a megrendelt teljesítményért fizetnie kell az államnak, a megrendelőnek. Most megint ugye egy nagy átszervezés alatt áll a vasút, és megkérdezte itt valamelyik kollégám, hogy miért az egész kutyát kell kiszervezni, mikor csak a farka a terhes. Hogy esetleg ebben valami közelítő megoldást lehetne találni, mert én speciál ezt a holding típusú szervezeti fölállást még én nem látom mindig, és nem tudom, hogy a kormány erre rábólintott-e már, mert a holding ellen nem, illetve hát a holdingot a kormány eddig nem támogatta, a holding típusú fölállást. Ez pedig arra mutat, hogyha megmarad az ERT, és a tulajdonos, azt tetszett mondani, ha jól értettem, hogy a tulajdonosi funkció az megmarad a MÁV ERT-nél, a pályavasút fölött is, mert ott azt lehetett hallani, hogy egy bank lesz a tulajdonos. Tehát nem teljesen tiszták ezek az elvek, legalábbis nem látszanak annak kívülről, és annak a tisztasága nem látszik kívülről, de szeretnénk, hogyha a tagságunk, a tisztségviselőink elsősorban ebben tisztán láthatnának, és megoszthatnák a tagsággal, a vasutassággal ezeket az információkat, hogy legalább a tudatlanságból ne legyen feszültség.